Üdvözlöm mindenkinek, ez is Silver vagyok, ez pedig itt egy újabb figura bemutató lesz, és folytatjuk a Transformers Studio Series figurákat nem mással, mint az űrdongó filmben láthatott Wheeljack-kel, aki egy baromi jó Cybertroni járműformát kapott. Megmaradt ez a versenyautós dizájnja, és imádom ezt a fehéren lévő piros-zöld színkombinációt. Ránézel, és egyből lehet tudni, hogy igen, ez Wheeljack. Nem úgy, mint a mosti következő filmbe, ugyevár? De ez főleg az eleje baromi jól néz ki, annyira jó a dizájnja ennek a járműformának, hogy hihetetlen, tényleg nagyon jól összerakták, imádom. Kiegészítők terén kapjuk ezt a kis ágyút, amit ezekbe a lyukakba lehet belerakni, és akkor van egy ilyen kis tankosabb kinézete, ami egyébként szerintem nem rossz, de furi picit, és nem olyan erős ez a kapcsolódás, tehát igazából csak ott pihen a jármű formán. Igen, most is állandóan kiesik, viszont mivel nem emelgetjük a jármű formát, amikor földön van, annyira nem probléma, baromi jól gurul, nagyon-nagyon, talán ennek a legjobb a gurulása eddig, amiket néztünk. Hozzáteszem, most észrevettem, hogy igazából ez a robotformának a része lenne, és így kéne lenni jármű formában, de őszintén szólva annyira jól néz ki így is, hogy ez nekem fel se tűnt, csak most, hogy át akartam alakítani, de igen, hivatalosan így kell átalakítani, így se rossz egyébként szerintem, így legalább simább a teteje, viszont őszintén szólva ennyit lehet elmondani erről az egyébként baromi jól kinéző járműformáról. De most akkor nézzük meg a robot formáját. És akkor ő lenne itt Wheeljacknek a robot formája, talán ez volt a legbonyolultabb átalakítás eddig az összes Studio Series figura közül. Őszintén szólva a robot formája rendben van, bár itt azért már találhatunk némi kiblösödést, főleg ott a sarkán nagyon látszódik a jármű formának, ugye az eleje, és még a karján ezek a fehér panelek, bár ez utóbbi annyira nem vészes, de a sarkok konkrétan összeérnek, tehát érdekesen oldották meg, de egyébként nem rossz a kinézete, megkaptuk a tipikus Wheeljack kinézetet az űrdongó filmből, úgyhogy igazából én azt mondom, hogy ez is még rendben van. Ugye az egyetlen hozzájáró kiegészítő az a fegyvere, ami a filmben is volt, és ezt bele lehet tenni a kezébe, csak kicsit nehezebb, mint gondoltam, de szerencsére belemegy, és legalább erős a port, és jól megtartja, és hogyha szeretnénk, természetesen ennek a pegnek a segítségével akár ide a hátába is lehet tenni, mint egy jópofa kis weapon storage-et, és imádom, hogyha ezt így meg tudják csinálni, viszont kevésbé imádok, az megint ez, miért? Annyira tudom gyűlölni ezt, amikor figurákon ennyire lazák a lábak, kegyetlenül elcseszik az egyébkénti életérzését a figurának, milyen jó megállt már. Szóval igen, meg tud állni a lábán, nem azzal vonagon, csak kézbe venni olyan... nem a legjobb érzés azokat a lábakat. De akkor nézzük is meg a figurának a pozicionálhatóságát, ami annyiból áll, hogy a feje egy tekerentyűn található, és fölfele tud nézni egy könyökizület segítségével, és igazából semennyire se tud lenézni. A karját tudja körbe tekerni, viszont van itt egy plusz pozicionálhatóság, mivel ezt a kis szárnyat lehet mozgatni oldalra. Ennyire tudja fölemelni tekerentyű, és hála a jó égnek, megint kaptunk egy kettes könyök ízületet, a cöklét sajnos nem lehet semmennyire sem pozícionálni, egy derék tekerentyünk viszont van, a lábai, ami ugye nagyon lazák, nagyon föl tudja emelni, nagyon hátra tudja emelni, és ennyire tudja oldalra rakni, ami mondjuk nem túl sok, tényleg ennyi az egész, oké? Egy tekerentyű van itt még elbújtatva a lábába, ami viszont jó erős, és még kapunk egy
egyes térdízületet nagyon tetszik egyébként, hogy megoldották a lábát, de ez sem a legpontosabb, de nem baj. És a lábfejét ugye előre-hátra mozgatni, itt viszont nincsen oldalra tekerhetőség, ami egy kicsit azért sajnálatos, ezért van az, hogy ennyire összeérnek hátul a sarkai. Méretaranyosság szempontjából itt van mellette Minica Velociraptor Deluxe Class Drift Studio Series RC Studio Series Brown Studio Series Ironhide és persze az utánozhatatlan MPP 10Z Oversized Masterpiece Optimus Prime. Mit lehet végső soron elmondani Studio Series Wheeljackről? Három Autobot jel az ötből, erre így rá tudom vágni, ez pontosan egy olyan figura. Megint csak jól néz ki, megint csak jó játékra, megint csak egy jó pofa Studio Series figuráról beszélünk, viszont itt megint csak vannak egy pici, aprócska hibáink még hozzá. Mondjuk, ami nem annyira aprócska, azok a laza lábak, az mindig egy valami kegyetlen nagy... Nem tudom, hogy miért nem tudják megoldani, itt viszont a sarkai sem az igaziak. Nehezebben lehet megállítani a lábán, mivel nincsen benn ez a pozícionálhatóság a talpánál. A fegyver jópofa, a szárnyai jópofák, a fej alapból való kialakítása tök jó ez a design. Nem úgy, mint az új filmnél, ugye? De összegészében ez egy jópofa Studio Series figura megint, főleg az a járműforma, az valami baromi jól néz ki, úgyhogy imádom azt a járműformáját, még hogyha a robotformája annyira nem is lehet olyan hű, de szuper, de nem rossz egyáltalán, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy ha gyűjtitek a Studio Series figurákat, ez is simán lehet egy jó pofa kis darabja a gyűjteményeteknek, vagy ha esetleg játékra szeretnétek, még úgy is igazából meg tudja érni ez az alapból jó pofa kis figura. Hát akkor ő lett volna Studio Series Wheeljack. Nektek mi a véleményetek a figuráról? Válaszítokat várom kommentben. Hogyha tetszett a videó, akkor nehogy lájkolni merjétek, nehogy felmerjetek iratkozni, csengő csatlakozás, Deviantart vagy Discordot, kinek próbáljátok, mert akkor a hálam örökké üldözni fog benneteket, nagy levegő. És akkor a legközelebbi videóig pedig... Sziasztok! Ahol megint folytatni fogjuk...